Köszöntöm nézőinket! Önök a Hévízi Televízió adását látják október 15-én pénteken. Híradóval kezdünk, ha tehetik, tartsanak velünk! A keresztény közösségekért végzett munkája elismeréseként az Ortodox Oroszország mozgalom nagy keresztjével tüntették ki Pap Gábort, Hévíz polgármesterét. Az elismerést elsősorban az épülő pravoszláv templommal kapcsolatos erőfeszítéseiért vehette át a város első embere, de tárgyalt a delegáció további jövőbeli együttműködésekről is. Az Ortodox Oroszország mozgalom nagy keresztjével és medáljával tüntették ki Pap Gábort, Hévíz polgármesterét. A városvezető október 1-én személyesen vehette át a kitüntetést Moszkvában, melyet a keresztény közösségekért végzett munkája elismeréseként kapott. Egy nagy elismerés számomra is, és azt gondolom, hogy a város számára is. Ennek természetesen a kiindulási alapja az, hogy az ortodox templom építkezését Hévíz városa, illetve a képviselőtestület támogatta. Ez nem anyagi támogatást jelentett, hanem egy kiemelt projektet tette, és nagyon sok mindenben én személyesen is eljártam, hogy felgyorsuljanak azok a folyamatok, ami az építkezést, illetve a megvalósítást segíti, hiszen a magyar kormány adott ehhez egy nagyobb összeget az egyháznak, nem csak itt Hévízen, hanem más templomok megújítására is, és ennek a munkának, illetve ennek a segítségnek az elismeréseként kaphattam meg ezt az érdemrendet. A város delegációját többek között Szergej Sztyepasin, korábbi orosz miniszterelnök és az orosz államkincstár helyettes vezetője fogadta. A találkozón számos kérdést megvitattak a felek. Szó esett például a Hévízen épülő pravoszláv templom által kínált kulturális lehetőségekről, valamint a vallási és gyógyturizmus erősítéséről is a két ország között. Kiemelték, hogy Magyarország példaértékű keresztény ország, így fontosak a jövőbeli közös kezdeményezések. A kitüntetéshez Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is gratulált a polgármesternek. Levelében köszönetét fejezte ki azért a munkáért, mely hozzájárul az orosz-magyar kapcsolatok erősítéséhez. A tavaly klímabarát díjat elnyert Gyenes Diás fenntartható jó gyakorlataival ismerkedett a balatonparti településen Áder János köztársasági elnök. Az államfő kiemelte, örömteli, hogy a nagyközségben az elmúlt negyed században visszaadták a természetnek, amit lehetett, az építészeti örökséget pedig új tartalommal töltötték meg. Áder János szerint Gyenes Diás jó példaként szolgál másoknak, hiszen itt már a bölcsödében, óvodában elkezdik a környezettudatos nevelést. Az államfő úgy fogalmazott, a települést 25-30 év alatt sikerült környezetbaráttá és fenntartható módon üzemeltethetővé változtatni az itt élők összefogásával, kétkezők munkájával, de leginkább összefogással. Nagyon fontos szempont volt, hogy amit a bölcsödében, óvodában és a gyerekek programként láthatnak, tanulhatnak, egy-egy séta keretében, egy-egy foglalkozás keretében megtapasztalhatnak, azt hazaviszik, és nyugodtan mondhatjuk, azt hiszem mindannyian ebben bizakodunk, hogy ők a mi szövetségeseink igazából, ők azok, akik a leginkább fogékonyak, és otthon már figyelmeztetik a szüleiket, nagyszüleiket, hogyha esetleg nem egészen környezettudatosan viselkednek. Gál Lajos, Gyenes Diás polgármestere arról is beszélt a találkozó után, hogy az elmúlt 7 évben a településre mintegy 2 milliárd forint pályázati pénz jutott, aminek több mint 10%-át közvetlenül környezetvédelmi fejlesztésekre költhették. Ugyanakkor felhívta Áder János figyelmét a problémáikra is, mivel a part közeli zagyterekben 17 év után ismét kotrásra van szükség. Ez nem csak azért fontos, hogy ne legyen iszapos egyik-másik öblözet, hanem azért is fontos, hogy az algakérdést megoldjuk a következő időszakban, hiszen a klímaváltozás időszakát éljük, és tökéletesen látjuk és tudjuk, hogy a hőségnapokon, hogyha nincs szélmozgás, akkor problémákat okozhat a keszthelyi medencében. Erre tett ígéretet elnök úr, hogy egy anyagot átvesz tőlünk, és megpróbálja szorgalmazni, hogy ez a munka ez haladjon. A polgármester szerint ez évtizedekre meghatározhatja a Balaton vízminőségét és tisztaságát. Megkezdődött az őszi virágosítás Hévízen. A Gamesz munkatársai a Városháza előtti téren, a Festetics és a MOL téren végzik a munkálatokat. 3 nap alatt 11.500 darab különböző színű árvácskát ültetnek ki a város frekventált köztereire. A sárga és a virágdomina általában az ágyakban. Őszi köntösbe öltözik Hévíz városa.
A GAMESZ munkatársai ugyanis megkezdték a város frekventált közterein a virágosítást. Az ültetést megelőzően talajelőkészítést, rotálást, tápanyagutánpótlást és talajfertőtlenítést is végeztek a területeken. Idén közel 11.500 darab árvácskát ültetnek ki a közterek virágágyásaiba. Ez a fajta, ez az Endurio sorozat, ez egy kisebb termetű, de jobban bokrosodó, mint a nagyvirágú fajták. Igazából most így október végén szokták mindenhol elültetni ezeket a növényeket, és egészen májusig fognak, reméljük, hogy díszíteni. És egy olyan 1-2 hét múlva tulipánokat is el fogunk ültetni közéjük, tehát azért, hogy amikor már április-májusban ők egy kicsit túl vannak a virágzáson, akkor a tulipánok is díszítsenek. Az ültetést 3 napon keresztül végzik a GAMESZ munkatársai. A városháza előtti tér mellett a Festetics és a MOL tér virágágyásaiba is beköltöznek majd az árvácskák. Változó minta szerint szoktuk, hogy egy kicsit a dizájnt is próbáljuk növelni, ne csak a színbeli értékeket, hanem a formabeli gazdagságot is előhozzuk, hogy úgy mondjam, tehát hogy ne csak valamilyen sematikus formát mutassanak, hanem egy kicsit játszunk a formákkal is. Az őszi színek dominálnak majd a köztereken. A virágágyásokban találkozhatunk sárga, levendula, fehér és kék színű árvácskákkal is. A most kiültetett palánták előreláthatólag május közepéig díszítik majd városunkat. Újabb összejövetelre invitálta a Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága a város szépkorú polgárait. A Városháza dísztermében szüreti hangulatot idéző programra várták az érdeklődőket. Táradatik most minden rendőrangú embernek, hogy 15 óra után itt szüreti mulatságon kezdődnek. Őszi hangulatot idéző programot szervezett a Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága. Az egyesület idén alakult, melynek legfőbb célja találkozási lehetőséget biztosítani a város szépkorú polgárainak. Második összejövetelüket a szüret jegyében tartották a Városháza dísztermében. Azzal a célral állítottam össze ezt a programot, hogy vidámítsuk magunkat, mert a vidámság a derű, a legjobb immunerősítő, és most nagy szükség van rá. És egy kicsit átéljük a szüret hangulatát, úgy, mint régen anno, hozzátartozik az életünkhöz az emlék, a mulatság, a vidámság, a szüret. Az ősznek ez az egyik legszebb ünnepe. Csorog a lusta hegynek leve, ha elkészül bora neve. Boros pohár szépen cseng, hol sor jázik, nincsen csend. Hirdeti a bornak földi létét, az egészségünk megőrzését. Az igazi szüreti hangulat eléréséhez nem hiányozhatott a kisbíró sem, aki az esemény lebonyolításában játszott fontos szerepet. Péter Sándor első alkalommal öltötte magára ezt a szerepet. Mint elmondta, nagy öröm volt számára a szüreti hagyomány felidézése. Igazából eznek tényleg egy ilyen régi hagyománya van. Amikor összejönnek, szület táján tartanak egy ilyen szüreti felvonulást, szüreti mulatságot utána, és akkor a felvonulás közben, amit ugye átmi egy kicsit lerövidítve behoztunk ide ebbe a díszterembe, ritmusokat mondanak, csufolódó nótákat mondanak egymásnak az emberek, és ilyenkor tulajdonképpen ugye egy picit a bor segítségével megbocsátható. Hol vigyázz magadra, az aranyfészkedre nagyon ügyelj! Városunkban és környékén is nagy hagyománnyal rendelkezik a szőlőtermesztés, így az egyesület szépkorúi is örömmel érkeztek a programra, melynek legfőbb célja a közösség összekovácsolása volt. Közelebb kerüljenek egymáshoz, megbeszélik egymás problémáit, vagy ha van olyan, akkor segítünk nekik benne, meg igyekszünk irodalmi, sport, egészségügyi előadásokat szervezni, beiktatni programjainkba, mint például most a szüreti mulatság, mivel itt van a szüret ideje. A szüreti vigasság természetesen mit sem érne a nótázás és a mulatozás nélkül. Így a szépkorúak örömmel táncra is perdültek az esemény során. Következő találkozójukon pedig az október gyalogló világhónapjához csatlakozva Véderdő sétára invitálják szépkorú társaikat.
15. alkalommal rendezik meg idén a Zalai Prima Gálát, a Prima Primissima díját adó megyei változatát. A Vállalkozók Országos Szövetsége megyei elnöksége az idén is 10 kategória megyei jelöltjei közül választja ki a 3 díjazottat. Az október 22-én rendezett gála műsor keretében külön díjat és közönségdíjat is adományoznak. Ez utóbbira vasárnapig lehet voksolni a Zalai Hírlap honlapján. Nagy öröm Hévi számára, hogy az idei jelöltek között az irodalom kategóriában dr. Szarka Lajos író, történész, közismert hévízi helytörténész is szerepel, akinek rendszeres előadásain a hévízi múzeumi esték során rengeteget tanulhattunk Hévíz történetéről. Vakcinainfo. A koronavírus delta variánsa Európa minden országában terjed, ismét emelkedik a fertőzöttek száma. A vírus ellen az oltás jelenti a legerősebb védelmet. Kutatások igazolják, hogy Magyarországon a beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg. Továbbá a betegség lefolyása is sokkal enyhébb az oltottak esetében. Mindenki számára van elegendő vakcina, és minden oltás hatékony és biztonságos. Ezért azt kérjük azoktól, akik még nem oltatták be magukat, hogy minél előbb kérjék az oltást. Az oltás működik. Magyarország működik. Magazinműsorunkban elsőként tekintsék meg az általános iskolában tartott 5. avató nyitótáncait, majd rovatainkat láthatják. Kollégáim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, viszontlátásra! Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't want to buy me. I'm up, I'm let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one night to get this. We've had a million nights just like this.
Október 15-én pénteken a Humoré lesz a főszerep a Hévízi Brix Bistróban. Első alkalommal rendeznek stand-up élményvacsora estet, amely alkalmával Orosz György humorista szórakoztatja majd a közönséget. A vacsora 18 órakor, a műsor pedig 19 órakor kezdődik majd. A részvétel díja 12.990 forint per fő. Október 16-án szombaton 11 órától múzeumi kulisszatitkokat tudhatunk meg a Helikon kastély pálmaházában. A program során a látogatók bepillantást nyernek a pálmaházban folyó munkálatokba, emellett az üvegház egykori működését is megismerhetik, illetve a növénygondozás rejtelmeibe is beavatják őket. Szintén október 16-án, szombaton 11 órától Monyarcvashegy kilátó túrára invitálja a mozogni vágyókat. A túra során két kilátó magaslatáról csodálhatják meg a résztvevők a páratlan panorámát. A túra kiinduló pontja a Monyarcvashegyi Helikon taverna. Október 16-án szombaton a Hévíz SK női kézilabda csapata a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub csapatával mérkőzik meg a megyei bajnokság keretében. A játékosokat 14 órától a Hévízi Városi Sportcsarnokban lehet megtekinteni. Ugyancsak október 16-án szombaton este 19:30-tól a Hungarikumok és Nemzeti Értékek bemutatása programsorozat záró rendezvényén vehetnek részt az érdeklődők a Hévízi Önkormányzat dísztermében. A résztvevők három felvonásos operett előadást élvezhetnek majd, emellett pedig borkóstolási lehetőség is várja őket.
Október 16-án és 17-én rendezik meg a 6. Gesztenye Fesztivált a Keszthelyi Tavi Rózsa Kalandpark és Kertészeti Centrumban. A szervezők számos izgalmas programmal készülnek, illetve sok-sok gesztenyés és finomsággal várják a látogatókat. Október 17-én vasárnap esküvői nyílt napon vehetünk részt a keszthelyi Helikon kastélyban. A program 10 és 16 óra között látogatható, amely során bejárhatjuk a kastély nyújtotta esküvői helyszínt, de smink és hajkölteményeket, esküvői ruhákat és tortacsodákat is szemügyre vehetünk majd. Szintén október 17-én a Festetics fűszerkertben az Ősz a Malomban elnevezésű tematikus gyógynövénynapok keretében bővíthetjük ismereteinket. 14 órától mindent megtudhatunk a csipkebogyóról, de nem csak beszélgetésről szól a program, hanem kóstolásról is. Emellett felhasználási tippeket is elleshetünk, illetve gyűjtésének szabályait is megtanulhatjuk majd. A megyei bajnokság keretében a Hévíz SK hazai pályán fogadja a Kinizsi SK csapatát október 17-én, vasárnap. A labdarúgók 14 órától mérkőznek meg egymással a Kossuth utcai labdarúgó pályán. Hévíz eredete címmel egy 21. századi kódexet tekinthetünk meg az Egregyi Múzeumban. Szalai Katalin kódexíró és oklevélgrafikus 2 évtizeddel ezelőtt alkotta meg a Hévíz történelmét feldolgozó kódexet. A 7 lapos alkotás nyitvatartási időben hétfőn és kedden 8 és 13 óra között tekinthető meg. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezésében ismét elérhetők a vezetett városnézősétek. Jelentkezhetünk például gasztrosétára, amely során különleges finomságokat kóstolhatunk, de bejárhatjuk Hévíz és Keszthely utcáit elektromos kerékpáron is. Az elérhető túrák részleteiről a hevíz.hu oldalon tájékozódhatnak. A hévízi termelői piac heti 3 napon, kedden, csütörtökön és szombaton várja a látogatókat. A piacon környékbeli termelők portékáiból vásárolhatunk. Ízletes sajtok, sonkák, friss zöldségek és gyümölcsök tárulnak szemünk elé a piac térre lépve, de akár különleges ajándéktárgyakat is vásárolhatunk. Egy kellemes délutáni séta során érdemes megtekinteni a Hévízi Muzeális Gyűjteményt a Belvárosi Múzeumban. Itt a világon egyedülálló balneológiai és helytörténeti tárlatot tekinthetünk meg, de az Ezt láttam az ablakból, rajz- és fotópályázatra beküldött alkotásokból kiállított tárlatot is megcsodálhatjuk. Az Obori Élménypark az önarcára is mosolyt csal. A Zalaszabari Vidámparkban számos kül- és beltéri attrakcióval várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Csúszdázhatunk például hófánkon és csónakon is, de Magyarország egyetlen hullámvasútját is itt találjuk. Az elérhető attrakciókról az Élménypark honlapján tájékozódhatnak. Thank you.
doktor. PRP kezelés. Köszöntöm Önöket! Az ízületek, izmok regenerálása nem mindig egyszerű feladat, főleg, hogyha sportolókról beszélünk, de akár egy hétköznapi embernek is. Ez problémát jelenthet. Járunk gyógytornára, esetleg szedünk különféle gyógyszereket, de érdemes körülnézni, hiszen vannak más alternatív megoldások is erre. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, úgy hallottam, hogy a PRP kezeléssel nagyon jó eredményeket lehet elérni az izmok és az ízületek regenerálásában, már csak az a kérdés, mi az, hogy PRP. És nem is annyira alternatív kezelés, ezt azért szintén el kell mondani, mert elég sokaknál alkalmazzuk, és hát elég sokaknál elég jó effektivitás, jó eredményt lehet vele elérni. Mi az a PRP? A PRP az tulajdonképpen az angol rövidítése annak, hogy vérlemezkében dúsplazma. Na most így aztán senki... Vérlemezkében? Dúsplazma. Így van. Na most ezt így aztán senki soha nem szokta emlegetni, tehát alapvetően ez PRP kezelésként híresült el és él a köztudatban. Amit ilyenkor kihasználunk, az az, hogy hát mondjuk úgy a saját szervezetünknek vannak tartalékai, ami a regenerációt illeti. Hol laknak ezek a tartalékok? Ezek a tartalékok alapvetően előhozhatók. Uh-huh. Ezek a tartalékok ezek úgy hozhatók elő, hogy azokat a gyulladásos faktorokat és sejtregenerációt elősegítő fehérje típusú dolgokat, amik ilyenkor kihasználhatóak, azt nagyobb koncentrációba tudjuk beadni azokon a területeken, ahol mondjuk gyorsabb gyógyulásra lenne szükség. Most, hogyha az ember elképzel egy kopott ízületet, akkor az, hát mondjuk az emberek egy részének a tudatában úgy él, hogy az úgy el van kopva laposra és kész. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az ízületnek a felszíne az körülbelül olyan, mintha szőnyegbombázás ment volna rajta keresztül. Vagy minthogyha az ember kimenne valahova, ahol rossz minőségű az út, és végignéz az útfelületen, tele van repedéssel, kátyúval, megsüllyedéssel, kiemelkedéssel. Ez az, ami tulajdonképpen a kopott ízületi felszínt jellemzi. Ezek sebek, ezek sérülések a porc felszínen, és ezeket kéne úgymond kikátyúzni, tehát valahogy elérni azt, hogy föltelődjenek, és hát az ízületi folyadék az viszonylag keveset tartalmaz azokból az anyagokból, amik ezt lehetővé teszik. Viszont hiába juttatunk be folyadékot esetleg injekcióval, vagy olyan táplálkozástól, hogy még több folyadék legyen, ez nem fogja megoldani a problémát. Hát sőt, hogyha az ízület kopik, akkor ebből a folyadékból kezdetekben kevesebb is fog termelődni. Nem ez okozza az igazán a fő gondot, hanem az, hogy az ízület önmagától nem termel ilyeneket, és a benne lévő sejtes elemek azok pedig nem tudnak eleget termelni. Most nagyon nagy szerencsénk van, mert ezek a fehérjék, ezek a vérlemezkékbe csomagolta a rendelkezésre állnak. Uh-huh. És a vérünkben tartalékoljuk őket. Pontosan, és ezeket a vérlemezkéket, ezeket lehet sűríteni, lehet csoportosítani, és hogyha el tudjuk érni azt, hogy mondjuk a vérben normálisan előforduló koncentrációhoz képest egy ilyen 8-10-szeres sűrítést el tudunk érni, és az így sűrített folyadékot, az így sűrített plazmát be tudjuk adni abba a testrészünkbe. Most az ízületeknél ez köztudat, hogy itt tudjuk alkalmazni, de amúgy egyébként máshova is be lehet adni. Tehát ha be tudjuk adni ezt a sűrített dolgot oda abba a területre, arra a területre, ahol regenerációt szeretnénk elérni, akkor ott nagyon meg tud gyorsulni ez az egész. Nyilván vannak limitjei a dolognak, tehát addig lehet ezzel dolgozni, amíg még van olyan szövet, amit tudunk regenerálni, de amíg ez van, addig ez hát nagyjából olyan, mint amikor az autóba bekapcsol a turbófeltöltő. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát az én véremet kiveszik, azt valahogyan besűrítik, és azt berakják az ízületbe? Hát ez igen, ez ilyen vámpír filmek. Nem az összeset, tehát itt azért erről szó nincsen, itt általában pár deciliter, vagy pár milliliter, amire szükségünk van. Nyilván attól függ, hogy egyszerre mekkora területet szeretnénk ezzel kezelni, és mennyi oldatra van szükségünk, attól függően kevesebb vagy több vért veszünk le, de soha senkinek a keringését ezzel nem rengetjük meg. Tehát nem szívjuk fehérre az ízületet, maradjunk annyiban. Valamennyi vérre szükség van, és abból hogyan lesz egy sűrítmény? Ja, hát ez egy meghatározott eljárás, igazándiból nem is nagyon nehéz, ez megvannak a rendelkezésre álló eszközök és technikák. Tulajdonképpen, hogyha csípőről vagy térdízületről beszélünk, akkor egy ilyen 1,5-2 milliliternyi oldatra van szükségünk, abban rettenetes mennyiségű vérlemezkével. Most vigyázni kell egyébként, mert ezek a vérlemezkék, ezek amúgy egyébként nagyon háklis kis szerkezetek, tehát nagyon, nagyon könnyű őket kihozni a sodrukból, tehát hogyha olyan körülmények közé helyezzük őket, amit ők nem szeretnek, akkor tönkre tudjuk tenni a saját oldatunkat. Tehát jó az, hogyha élő vérlemezkéket tudunk befecskendezni abba a részbe, amit kezelni akarunk. Ennek szintén megvannak a technikái. És hát a másik nagyon fontos, hogy ne haladjon túl az illető a kezelhető ponton.
Mert ha azon túlmentünk, akkor onnantól kezdve nincs más megoldás, mint az ízületnek a cseréje, de hát legtöbben ezt szeretnék ugye elkerülni. Tehát bejutnak a vérlemezkék a térbe, és utána ők ott mit csinálnak? És utána ők ott, hát mint érhálózaton kívüli szövetekkel érintkezve, a bennük tárolt különféle gyulladásos fehérjéket, azok a környezetbe spontán kiürítik. És amikor ez megtörténik, akkor ezek azok az anyagok, amik majd az ízületnél károsodott szöveteknek a regenerációját meg tudják indítani. Ez stimulálja magát az ízületet. Igen, tehát itt tulajdonképpen az öngyógyító folyamat, a különféle sejtek differenciálódása, azoknak az érése, osztódása, az, ami fokozható, illetve módosítható ezzel az oldattal, és a betegekettől nem meglepő, általában jobban lesznek, hogyha ezt beadjuk nekik. De amúgy egyébként ugye ez sportolókra van kifejlesztve ez a dolog, és az alapvetés az az volt, hogy hozzuk vissza a sportolókat, a versenyszerű sportolókat minél hamarabb az élsportban egy sérülést követően. Tehát ezt lehet alkalmazni izomhúzódásban, inhúzódásban, részleges inszalagszakadásban, meg számos egyéb látszöveti sérülésben. Alapvetően itt Magyarországon belül nem ez az, ami a dandárját adja ennek a kezelésnek, meg a felhasználásnak, itt alapvetően az elsődleges célpontja ennek a kezelésnek a kopott ízületeknek a rehabilitációja. Köszönöm szépen a beszélgetést! Thank you.
Szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket, a ma este a Takács Perkásunk ütőegyüttes koncertjét hallhatták. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak és meghallgattak minket. Köszönjük szépen!